Szép estét és eredményes szurkolást kívánok a Kalocsa Televízió nézőinek. A mai este a téli kupa teremlabdarúgó bajnokság amatőr ligájának a úgynevezett kereszt játékát láthatják. A Bácsmérep tér csapata a Szakmár együttesével veszi fel a harcot. A két együttes a következő kerettel érkezett a mérkőzésre. A feketében játszó Bácsmérep tér együttese Kanalas Norbert, Rakjás Milán, Unyi Norbert, Filus Gábor, Gilik Patrik, Borsos Tamás, Farkas Tamás, Rideg László, Kancsár Rákos, Markella Attila és Szvétek Balázs kerettel veszi fel a harcot a Szakmárral, akiknek a mai mérkőzésre összeállított kerete Marosvári Ákos, Dobler Robert, Tóth Krisztián, Nagyapáti József, Kaproncai Martin, Dobler Bence, Teleki Tamás, Balázs Péter, Gresse Attila, András Gábor és Olász Zoltán. A Bácsmérep tér csapatának csapatvezetője Berger Tamás, a szakmáriaké pedig Dobler Robert, a játékvezetője Illés László. Az alapszakasz lezárult a teremlabdarúgó bajnokság amatőr ligájában, így aztán a két csoport most egymással méri össze tudását, a két csoport együttesei, hiszen el kell dönteni most már egyenes kiesési rendszerben, hogy ki jut tovább majd. A csoport győztese a Bácsmérep tér együttese, a szakmáriak pedig a B csoportban lettek ötödikek, így aztán óriási csata várható a mai mérkőzésen is, és mint már említettem, a tét az óriási, hiszen az itt vesztes csapat búcsúzik a további küzdelmektől. Borsos, Rakjás hátrafelé indul a labdával, át tudja adja menni, de kénytelen volt megfordulni, hiszen nem volt előtte játékos társ. Szerel Dobler, ő sérülése után, ugye akik a kalocsai focit figyelemmel kísérik, a kalocsai FC beállósa volt, aztán sérülés szenvedett, most pedig Szakmáron játszik. Sérülése után Dobler Bence, Rakjás, hátra gurítja Ridegnek, és egy óriási helyzet, de elpattan a labda Nagyapáti lábáról, és szerencséje volt, mert föl tudott szabadítani Nagyapáti a Szakmár együttes játékosa. Egy hátra lőtt labda megpróbál Rideg ballal rádőlni, de blokkolják a lövését. Aztán Gillich, Rideg, egy kicsit hosszúnak tűnik labda, de sikerült átvenni, és óriási szerencséje volt Marosvári Ákosnak, hogy nem ment kapura labda, hiszen már földön feküdt a szakmári kapus. Dobler. Egy szép testcsel után kénytelenek hátragolítani Nagyapátinak a labdát. Balázs Péter voltak. És óriási helyzet mellé. Olá került helyzetbe a szakmári csapatból, de nem sikerült pontosan eltalálni a kaput, így aztán Kanalasnak nem kellett közbeavatkoznia. Gillik. Borsos Tamástól elpattan a labda, aztán sarokkal Olá hátra teszi. Óriási helyzet, és Rakjás éppen, hogy csak mellé gurítja. Ketten fogták közre a Rakjás Milánt, a homokmégyi csapat játékos egyébként Rakjás. Borsos kapja a kidobott labdát, Dobler szerel, középre ült labda, és Gillich Patrik kirúgja onnan. Ismét megszerzik a csíkos mezesek, egy jobb lábas lövés Olász Zoltán. Lövése lepattan a védők lábáról, dobhatnak a Bácsmérep tér együttes játékosai. Nagyapátiig kerül hátra labda. Egy perdítés, András Gábor próbálkozott középre brusztolni a labdát. Rakjás labdát szerende, azonban Nagyapáti
megelőzés ellövi ballal egy nyesett lövés, ami messze elkerülte Kanalas Norbi kapuját. Gédik pedig már azt keresheti, hogy kinek passzolhatná. Rakjás és Dobler ott párban hátul a szakmári együttes kapuja előtt. Borsos Tamás keresi, kinek passzolhatná. Egy ívelés elő Dobler lábáról kiperdül a labda. Borsos. Rédek próbálkozott egy Cseller, aztán ő kapja labdát Gilliktől. Majd ismét Gillik Patriké a hátragújtott labda. Rakjás is hátra jön, hogy játékba avatkozzon, kapja is a labdát. Kanalas. Jobbal hosszan előre, egészen az ellenfél kapusáig, Marosváró Ákosig. Dobrel András Gábornak lövi, de erős a lőtt labda, András lábáról kiperdül a vonalon túlra, és indulhatnak a feketemezes játékosok a Bácsmély Reptér együttes csapatából. Kigurított labda Dobleré, Borsos Tamás próbál zavart kelteni ott a védelemben Balázs Péter középre, aztán egy hátra gurított labda Olá Zoltántól egészen Nagyapátiig, majd András, ismét Nagyapáti, Dobler Bence elől, de Borsos Tamás is ott áll pár lépésre Doblertől. András Gábor, Balázs Péter ismét hátra, most már Dobler Bence is hátul van. Balázs Péter labdát szerez Rakjás, és jól is tartja meg, hiszen Balázs lábáról perdül a vonalon túlra. Rideg és Gillik, aztán Borsos. Egy óriási helyzet, mellé megy a labda, nem fúj semmit Illés László játékvezető. Marosvári Ákos hozza játékba labdát. Nagyapáti már Doblernek a jobb oldalra. Egy indítás, hosszú labda előre, de Kanalas már ki is gurította. Rakjás, Borsos. Markella a jobb oldalon, de nem ő kapja, hanem kénytelen hátra gurítani a labdát Ridegnek. Rakjás ismét. Gilli. Ez pedig már a szakmáriaké. Sőt, Olá Zoltán már indítana is. Aztán Nagyapáti középen a jobb oldalon András Gábor, Nagyapáti ballal ellövi. Sarokrúgásnak láttam én, a játékvezető Illés László viszont azt mutatja, hogy nem ért vele senki. Ezt pedig már Dobler fejeli el. Markella Attila belépője után ismét Doblernél a labda. Olá, András bele bök egyet jobb spiccel. Most azonban már ismét a másik oda Ridegnél, Rakjás, Rideg, Gillich. Rakjáson lök egyet nagyot Dobler. Szabad rúgás a szakmári, bocsánat, a Bácsmély Reptér együttese javára. Gillik Patrik nézi, hogy mit kéne csinálni, és találövi labdát, és egy óriási gól. 9 perc telt el, és Gillik Patrik megszerzi a vezetést a Bácsmi Reptér együttesének. Nem volt túl nagy erő a lövésben, Marosvári Ákos másra számított, így aztán mikorra fölemelte kezét, már kifelé pattant a hálótartó vasra a labda. Olá, két szép csele tovább viszi, még mindig Olánál labda, a harmadik csele is sikerül, ott azonban fönnakad a védőkön, és Borsos Tamás tovább pöszköli a labdát. Markella indult meg, de nem tudott átjutni a védőkön.
neki. Szvétek Balázs, Rakjás, Borsos, visszakerül a labda Rakjásig, aztán járhat körbe a védőknél. Egy jobb lábas lövés mellé fölé, Borsos Tamás volt, aki próbálkozott egy távoli lövéssel. Szakmáriak támadhatnak. Dobler gurítja hátra a labdát. Egészen Marosvárig jut hátra, aki előre rúgja. Dobler és Rakjás harca után dobhatnak a feketék. Borsos kéri a labdát, aztán hátra gurítja Rakjás. Rideg majd Szvétek. Hátul passzolgatnak a fekete mezesek, vezetnek 1-0-ra, hiszen a 9. percben megszerezték a vezetést. Gilli Patrik egy állított labdából bevágta a bal kapufa mellé középmagasan a labdát. Borsos, előre lőtt labda visszakerül Borsos Tamáshoz. Szvétek. El is lövi, aztán bele nyúl a labdába Marosvári Ákos, így aztán sarokrúgás következik. Borsos Tamás lábára Nagyapáti levarázsolja a labdát, és ki is vágják onnan a szakmári kapu elől. A bácsméretteresek hozhatják a labdát. Most Farkas Tamás a fekete mezesek csatársorában Borsos Tamással együtt próbálják megbevenni a szakmária kapuját. Marosvári kidobja a labdát, ez hosszúnak tűnik, és hosszú is. Tóth Krisztián még utána ment, de reménytelen helyzetét felmérve megállt, és hagyta, hogy a feketék jöjjenek. Egy fejes bele tudott még Teleki fejelni a labdába, onnan azonban föl a vas traverzra pattant a labda, így aztán a feketék hozhatták játékba. Jobb oldalon támad a szakmár. Gregsa Attila elveszítette a labdát, de dobás a javukra. Teleki mellé. Kanalas pedig nézi már, hogy kinek adhatná, de aztán Farkas Tamás kapja. Egyedül van ott 4 szakmári védőgyűrűjében, így aztán visszakerül egész Kanalasig. Borsos Tamás pedig íveli most Farkasnak. Megpattant a labda Tóth Krisztián Kobakján, így aztán a labda a kapusához, Marosvári Ákoshoz került. Újra Marosvári, majd Tóth. Gregsa Attila passzolja tovább. Kaproncai. Aztán ismét Gregsa. Nem túl nagy irem a mérkőzés. Ez persze annak is betudható, 1-0-ra vezet a mérkőzés esélyesebb csapata a Bácsmérreptér a szakmár ellen. Szvétek. Rideg majd tovább gurítja a labdát. Farkas Tamásig nem jut el a labda, megpattan a szakmári védőkön. Borsos még megpróbál labdát szedni. Szvétek Balázs és Tóth Krisztián harcából Marosvári Ákos a kapus kerül ki győztesen, hiszen nem ért bele egyikük sem, egyik játékos sem a labdába, így aztán
Marosvári már kidobta a labdát. Dobnak a feketék, a Bácsi Reptér együttese játékosai, Szvétek, Farkas. Egy fekve előtt labda, és ez fölé száll. Egy ívelés, mellel maga léteszi Teleki. Aztán visszakerül labda Gregs Attilát érintve Telekihez. Most meg már a másik oldal indulhat Tóth Krisztián. Teleki. Kaproncai vissza Telekinek, mögé érkezik a labda, dobnak a feketék. 15 perc telt el már az első félidőben, 1-0-ra vezet még mindig a Bácsmér Reptér együttese. Egy szabadrúgásból lőtt Gilli Patrik góllal. Egy távoli lövés mellé fölé, volt jobb. Rideg László próbálkozott egy lövéssel, most ő felé tovább labdát, és egy gyors ráfordulás ballábas lövés mellé. Unyi Norbert próbálta veszélyeztetni marosvári kapuját, miközben már Farkas vívhat csatát Gregs Attilával, aztán ismét marosvári a győztes. Szvétek Balázs és Teleki csatája után indulhat a bal oldalon. Tóth Krisztián azonban megszerzik a labdát a feketék. Egy óriási lövés lepattan a védőkről, egészen hátra. András Gábor, hosszú a labda. Egy felszabadító rúgás, labda azonban Kaproncai lábáról föl a vas szerkezetre, így aztán Kancsár már rá is pattintja a labdát. András Gábor lábára ismételhet. Kancsár Ákos, most Szvétek Balázsnál a labda. Ellövi, de blokkolja a lövést Teleki. Kancsár Szvéteknek, ez a labda magas, nem éri el Markella. Most egy középre lőtt labda, Kancsár labdáját kirúgja Kanalas. Egy kicsit elhamragodott volt ez a felszabadító rúgás, hiszen játékos társak nem voltak ott elő, sőt még a szakmári védők sem értek vissza. Markella gurítja hátra Szvéteknek, Szvétek, és az utolsó pillanatban tud marosvári bele tenyerelni a labdába, így aztán sarokrúgás a Bácsmér Reptér együttese javára. És egy gyönyörű gól. Markella Attila 19. percben szerez gólt. Kilencedik percben szerzett Gilik Patrik, vezetést a Bácsmér Reptér együttese javára, Markella Attila pedig a 19. percben, szintén az első félidőben megszerezte a második Bácsmér Reptér gólt. András Gábor, aztán Farkas indul meg, kipasszolja jobb oldalra, Farkas visszakapja és felszabadít Dobler. András Gábor elő megszerzik a feketék, Gilik Patrik volt, aki közbelépett, ő volt egyébként a Bácsmér Reptér együttesének egyik gólszerzője, aki a 9. percben talált be szabadrúgásból a Szakmár együttesének kapujába. Egy jobb oldali támadást állít meg András Gábor, és Teleki fölé. Nem egyszerű bevenni Kanalas Norbi kapuját, hiszen a fél kaput eltakarja a játékos András, és Kanalas ebbe is beleér. Egy felszabadítás,
Farkas Tamás. Át a másik oldal Markellának. Markella. És éppen, hogy csak mellé lövi. De azért szállt mellé a labda, mert mint Illés László játékvezető mutatja, beleért egy szakmári játékos, így aztán sarokrúgás következik a fekete mezeseknek. Markella. Dobler próbál labdát szerezni, aztán hátra kerül Kancsárig. Gili. Farkas. Ott lent a sarokban, de sikerül középre gyötörni, ott azonban nincs feketemezes játékos. Kancsár labdát szerez. Markella tovább. Egy távoli ballábas bomba mellé. Csere a Básmé Reptér együttesében. Rakjás Milájon és rögtön támadja Dobler Bencét. Rakjás átemeli Dobler mellett. Jól fedezi testre a labdát Dobler Bence. Másik oldalon már Olá Zoltán próbálkozik, majd bal oldalon András Gábor próbálja középre gyötörni a labdát, sarokrúgása a szakmáriaknak. Egy távoli lövés mellé Balázs Péter próbálkozott a kaputól 10-12 méterre egy jobblábas lövéssel, de nem találta el kanalas kapuját. Rakjás kapja a kidobást, Dobler vele csúsztat egyet, sarokrúgás. És Rakjás Milán végzi el a szögletet. Markella bombáját kiüti Marosvári. Rakjás Milán ismételhet. Egy átemelt labda mellel maga elé teszi, aztán elveszíti Borsos Tamás. Balázs Péter volt, aki próbálta indítani Olá Zoltánt. Gilik Patrik azonban már gurítja a labdát Kancsárnak, aztán a másik oldalon Markella végezhet el bedobást, aztán lába hozza játékba a labdát, Dobler elhúzza onnan Rakjás elől a vonalon túlra, dobás. Kancsár, Borsos Tamás ott a sarokban vissza Kancsárnak, el is lőheti labdát, el is lövi Kancsár Ákos, labda azonban mellé fölé száll. Nagy a Páti kapnál kigurítást. Borsos Tamás még egy kicsit játszik a labdával, aztán most gurítja középre. Dobler kilép a védőfalból. Gilik pedig hazakíséri egészen kanalasig, majd kapja Kanalas Norbertől a labdát. Kancsár. Rakjásnak rövid. Elfejeli Dobler. Nagy a Páti. András Gábor. Egy cselle tovább viszi, még mindig András, még mindig. A labda kint a vonalon túl. És Illés László játékvezető mutatja, hogy nem a feketéké, hanem a fekete-fehéreké a labda. Dobler középre lőtt labda, de kirúgják a védők Balázs Péter lába elő, és indulhat Markella. Hátra jön András és szerel. Aztán kapja egy labdát András Gábor. Még mindig nála. Ketten is támadják Rakjás és Kancsár. Egy lökés. Gilik Patrik lökte el Balázs Pétert, aki fájlalja a bal lábát. Aztán oda megy elnézést kérni Balázs Pétertől Gilik Patrik, aki még mindig fájdalmas arccal fekszik a földön. Egy valami biztos, hogy nagyot lehet itt esni a kemény műanyagpadlón, hiszen ez a játékpont arról szól, hogy próbálják meg elkerülni a kemény belépőket a játékosok, mert komoly sérülést is okozhatnak. Aztán le is kell támogatni Balázs Pétert a pályáról. Szabadrúgás jár a szakmári együttes javára. És jön a csere a szakmári együttesben. Gregs Attila jön be Balázs Péter helyére. Dobler Bence pedig a labda mögött. Kettőtagú sorfal.
Gillik és Markella, Dobler legurítja labdát, Nagyapáti középre, Borsos Tamás megszerzés, indulat a támadás, rakjás, szép cselle tovább, Dobler kilép a védőfalból, megindul, Dobler nem hagyja ezt rakjás, Milán se. Aztán reklamál még egyet, de Illés Lászlót nem lehet meghatni, szabadrúgása szakmári csapat javára. 15-17 méterre a Bársmi Reptér kapujától Greksa, és kitenyereli Kanalas. Jobblábas, középmagas bomba, Kanalasnak nem okozott problémát. Most lábbal hárít, rakjás megindul. Nagyapát és rakjás. Rakjás, gól! 26. perc, 3-0-ra vezet a Bársmi Reptér együttese. És rakjás Milán is betalál a szakmári kapuba. És vége az első félidőnek, egy kis hosszabbítás volt. Rövid szünet, majd folytatódik hamarosan a rangadó. Három-nulla tehát az első félidő után a Bársmi Reptér Szakmár téli kupaterem labdarúgóbajnokság amatőr ligájában. A fekete mezes szakmáriak szereztek az első félidőben a 9. percben gólt. Gillik Patrik egy szabadrúgásból, aztán a 19. percben szintén gólhoz jutottak. Ezt Markella Attila rúgta szakmári kapuba, majd a harmadik gól a 26. percben szerzett, a harmadik gólt a 26. percben szerezte a Bársmi Reptér együttese. Egy rövid hosszabbítás a 25 perces félidő után, és gólt eredményezett, rakjás Milán talált be a rendes játékidő után egy perccel a szakmári kapuba. Most a fekete-fehér mezes szakmáriak támadnak. Teleki. Ez a labda rossz. Farkas megállította a támadást, most pedig már indulhat a Bársmi Reptér együttese. Svét. Rideg és Svétek passza után ismét Svétek. Nincs üresen álló feketemedes játékos, most kéri Farkas Tamás, de ott lóg a nyakán Teleki. Egy indítás, ami céltalan, mert Marosvári Ákos kezében hal el a labda. Rakjás mellett tovább Svétek Balázsnak. Aztán a szakmári lábak ismét Tóth, egy tovább perdített labda, és Kanalasé a játékszer. Kigurítja Svéteknek. Jövő héten egyébként már a két játékos, Kanalasé és Svétek is kézilabdában mutathatja meg a tudását, hiszen Kaposvárra utazik a Kalocsai Kézilabdaklub MB2-es férfi csapata, közben szabadrúgáshoz jut a Bársmi Reptér együttese. Rakjás Milán állítgatja ott a labdát. Valószínűleg le fogja plasszolni, aztán mégsem lelövi, rálövi a labdát és kipattan a védők lábáról, hátáról. Dobásjog azonban a feketéké, rakjás, egészen hátra kapusáig, Kanalasig. Svétek Balázs kéri már ott a jobb oldalon, aztán egy indítás előre, Farkas mellel maga elé teszi, ketten támadják, egy elpattanó labda után szakmári lábakon a labda, Greksa Attila kapja ismét a labdát, egy lövés, lepattan a védőkről, Tóth Krisztián futott oda be Kanalas elé, hogy hátha oda pattan a labda. A dobás azonban
szakmáriaknak Gregsa. Nem találja Tóth Krisztián jól el a labdát, de azért mert Svétek Balázs lábán pattant az meg, sarokrúgás. Gregsa visszakapja Tóth Krisztiántól, aztán rakjás labdát szerez, indulhat a támadása, Básmé reptér támadása, de elveszítik a labdát. Aztán vissza is szerzik, de nagyot esik Rideg, a földet egy kicsit megtapizza, szabadrúgás után pedig már Básmé reptéres támadás. Rakjás hátra egészen kanalasig. Aztán egy indítás a bal oldalra, ez az indítás nem jó. Oda tudja még ugyan kapu elé kanalazni a labdát Markella, de már szakmári lábakon vádor labda Teleki. Elveszíti a labdát Gregsa, de a bedobás joga Csíkos mezeseké. Svétek rakjás, Farkas még megállítja a vonal előtt, aztán rakjás Milán kéri, de nem ő kapja. Farkas lábba elől el, kanalazzák a labdát a szakmáriak. Egy szép csel, és mellé gurítja a labdát Olá. Becsapta már kanalast is, de hiába gurította el kanalas Norbi lába között a labdát, az nem talált el a kaput, hanem a bal kapufa mellett elgurult. Szabadrúgás a Básmé reptér együttese javára. Mellé. Maradt a 3-0-ás Básmé reptér vezetés. Egy kidobott labda hosszú, nem érheti el Kaproncai. Svétek Balázs pedig már elvégezte a labda játékba hozatalát. Aztán megkapja Ridegtől. Megelőzik a szakmáriak Farkas Tamást, és egy szabálytalan megmozdulás. Rideg mutatja azt, hogy nem történt szabálytalanság, aztán pacsizik egyet Telekivel. Baráti készfogás, semmi probléma. Gregsa ijeszget. Aztán a labda már ott van Marosvári Ákos kapujánál, aki elvégzi a labda játékba hozatalát. András Gábor középre Gregsának, aztán vissza Andrásnak. Dobler. András ki a szélre. Egy fölpördített labda, még ott harcol érte Teleki, és egy távoli lövés, András Gábor bebombázza, de már szólt a játékvezető Illés László sípszava. Borsos Tamás került a földre, ellene szabálytalankodtak a szakmáriak. Gregsa pedig már hozza ismét a labdát, visszakapja Olától, aztán ismét Olá. András, Dobler Bence hátra, Gregsa, Dobler, egy lövés, kanalas kitenyereli. Nem tud ráfordulni ballal Teleki a labdára. A Básmé reptér indulhat, kapja is Borsos a labdát a jobb oldalon, leperdül a lábáról. András ellövi fölé. Nem ért bele senki a labdába, egy hosszan kidobott labda, és elfejeli Dobler Bence. Gregsa Attila pedig már indíthatja jobb oldalon Olát. Lövése lepatta Markella lábáról. Szakmáriak elvégezték a bedobást. Most pedig Svétek Balázs lábáról pattan föl a vas szerkezetre labda, tehát a oldaldobás joga szakmáriaké, amit már el is végeztek. Egy szép sarkazott labda, de Teleki nem találja a kaput, csak a kapufát.
sarokrúgás. Kanalas volt, aki felszabadított lábbal, kirúgta a labdát a nézőtérre. Szakmáriak szorítanak most, kapujukhoz szögezték a Bácsmi Reptér együttesét, de eddig eredménytelen a második félidőben is a szakmári együttes. A tizedik percbe lépett az óramutatója, és még mindig 3-0-ra a Bácsmi Reptér csapata vezet. András Gábor elő kifejelik a labdát. Sarokkal Markella fejjel tovább. Aztán csak a fél pályáig jut a Bácsmi Reptér felszabadítása. Hiába próbálna Markella megindulni. Dobler Bence, majd hátul Gregsa. András fejjel tovább. Dobler ellövi jobbal fölé. A labda azonban a szakmáriaké, mert beleért a labdába valaki, pontosabban még csak nem is, hogy beleért szabadrúgás a szakmári csapat javára. Gregsa Attila irányítja, szakmári játékos, itt lövés, és még nincs kint, Dobler megszerzi labdát. Most azonban már kint a labda a vonalon túl, dobásjoga azonban a Bácsmi Reptér együttesé. Indítás előre. Indulhat a szakmári csapat. Egy kis vita a nézőtéren és a játékos téren egyaránt. Kanalasnak kell hárítani. Gregsa Attila húzódott előre, el is lőtte a labdát. Kanalas pedig térdel. Egy kancsár belépő után labda kint a vonalon túl. Szabadrúgás pedig jár a feketéknek. Borsos Tamás fájdalmas arccal tapogatja a bal lábát. Kancsár Ákos pedig fölsegíti. Aztán megbeszélik, hogy mit játszanak. Borsos kapja is a labdát Kancsártól. Indulhatnak a szakmáriak. Egy távoli bomba, de Kancsár Ákos hátán megpattan Teleki lövése. Borsos. Ez a labda hosszú. Dobás a szakmárnak. Nagyapáti és Marosvári játszottak egymás után kétszer is össze. András Gábor ki a bal oldalra, és ezt is védi Kanalas. Teleki próbálkozott ismét, Kanalas nem tudta becsapni. Nagyapáti, András. Jó belépő, és indulhat a Bácsmi Reptér együttese. Markella. Kancsártól visszakapja. Rideg várnál jobb oldalon, de Borsos Tamás kapja. Most kapja Rideg. Megindul négy játékos, szakmai játékos gyűrűjében, aztán Dobler Bence közbelép. Dobása Bácsmi Reptér együttesének. Markella le a sarokba, óriási helyzet és gól is. Borsos Tamás szerzi a negyedik Bácsmi Reptéres gól. Történik mindez a második félidő 13. percében. Négy nullára vezet most már a Bácsmi Reptér együttese. Dobler próbálkozik a bal oldalon, jó belépő Kancsár részéről. A labda azonban a Bácsmi Reptér együtteséjé. Borsos melléről kipattan a labda. Dobler pedig elvégezte a bedobást. Dobler hátra kapusának, Marosvárinak. Nagyapáti, Dobler. Most vajon kinek? Tóth Krisztián nézett körül a labda passzolás előtt, aztán
hátra megint Doblernek, most pedig már indulhat a fekete mezes együttes, egy rossz megmozdulás, rideg labdája a vendégeké már. András szerez labdát. Kancsár belépője jön Nagyapáti, rápecköli rakjásra, de még mindig a fekete mezeseké a labda. Markellának nem kell közbeavatkozni, hiszen kikerül a labda vonalantúra. Dobler, András, és most már indul a fekete mezes csapat. Rideg indult meg keresztbe, labda feketéké. Rideg elvégezte a bedobást, Borsos Tamás visszakapja, és Markella rosszul pörgette vissza, vagy csak egy gondolattal előrébb járt a nagy működése, mint Borsos Tamásé. Rakjás pedig már elvégzi a bedobást. Kancsár, Rakjás. Rideg kapja, majd vissza Kancsárnak. András letámadja fekete mezeseket. 4-0-ra vezet a Bácsmérettér együttese a Szakmár csapata ellen. Markella cselezget. Rakjás lő. Egy óriási jobblábas bomba fölé. Rakjás Milán nem tudott jól rádőni a labdára, Nagyapáti pedig már Andrást. Markella hazafejeli Dobler Bence elől. Rakjás felé száll a indítás, Szvétek Balázs próbált a játékba hozni, Nagyapáti belépője jó. Dobnak a feketék. Rakjás. Szvétek Balázs sprintelt fő, kapja is fejjel a labdát, azaz, hogy kapná, kifejeli azonban előle Teleki. Szöglet. Kipattan Dobler lábáról ismét a labda, erővel rúgta középre Szvétek Balázs. Ismételhet, mert most Telekiről pattant le a labda. Most egy ívelés, Rakjás. Borsos Tamás lábán pattant meg a labda, Rakjás Milán még megpróbálta elvégezni, Nagyapáti azonban már kezében a labdával, aztán leteszi a földre, odagurítja Andrásnak, majd Marosvári, András Gábor, jobb oldalon Teleki kéri, András még mindig, esik egy nagyot Kancsár Ákos lábán a szaggatottnál. Kancsár Ákos fölsegíti a szakmári polgármestert. Dobler Bence pedig ott a labda mögött, kéttagú sorfal, Rakjás és Borsos. Labda mögött pedig Dobler és Nagyapáti. Nagyapáti. Dobás. András Gábor fejelő kicsúsztatja Borsos Tamás vonalon túlra. Tóth, aztán Rakjás labdát szerez, indulhat is vele. Borsosnak ez hosszú. Kidobás, Nagyapáti már meg is kapta Marosváritól a kigurítást. Aztán Tóth Krisztián, András Gábor elő megszerzi Kancsár. Rakjás pedig kénytelen hátrafelé cselezni, sőt egészen az alapvonalig, aztán Markella, Borsos, Szvétek, hátrafutó Teleki szerelt, labda most már kint az alapvonalon túl. A kidobott labda pedig Kancsáré, Markella, András Gábor szerel és kapusához, Marosvárihoz gurul a labda, majd Nagyapáti, most Rakjás, Borsos, elcsúszik a Bácsmi reptér csatára, így aztán sarokrúgás következik. Markella próbált oda berohanni középre, játékvezető sípszó, a bedobás joga Szakmári, aki mutatja Illés László játékvezető. Dobler hátra Kaproncainak. Csere a
szakmári csapatban Gregs Attila is a pályán. És egy felszabadító rúgás Kaproncai Martin rúgta ki rakjás elől. Borsos a földön, mert tovább mutatja a játékvezető. Kanalas pedig már gurítja Kancsárnak. Borsos, szép perdítés. Farkas, Borsos, ez a labda rövid, Tóth Krisztián megszerzi. Aztán Rakjás Milán belépője után Kanalasnál a labda. Dobler. Vissza Kaproncaitól. Dobler nem tud középre pörgetni. Kancsár pedig jó nagyot belebikáz a labdába. A bedobás joga azonban a szakmáriak és Dobler Bence végezheti azt el, hiszen ő áll a labda mögött, aztán kézből fogja bedobni. Egy csúsztatott fejes Rakjás Milán fejelt el a jóval magasabb Gregs Attila elől. Ismét Rakjás, Greg se hagyja, hogy kimenjen a vonalon túl. Ez a labda pedig a Bácsmi reptér együttesé. Már a 20. percben járunk a második félidőben, és az első félidő 3 gólja után a másodikba eddig még mindössze egy eset csak. Így aztán 4-0 a mérkőzés állása. Szvétek visszakapja Borsostól, kicsit hosszan pörgeti maga elé, későn lépett ki Olá. Borsos, Rakjás, el is lövi spiccel mellé. Már nem nagyon tudott igazgatni a labdán Rakjás Milán, hiszen ott lógtak a nyakán, hogy aztán jobban a spiccel előtte, és mellé szállt a lövés. 21. perc, Bácsmi reptér Szakmára, téli kupa teremlabdarúgó bajnokság amatőr ligájában. 4-0, az első félidőben 3-0-ra vezetett a fekete mezes együttes. Dobler lövését kitényeli Kanalas. Ott cselezget a kapu előtt Gregsa, ez pedig oldalháló. Teleki lőtt el a jobb oldalra a labdát, ami oldalhálóba kötött ki Rakjás. Még középre tudja, és Farkas Tamás nem dől jól ára a labdára, mert fölé száll a lövés, de azért, mert valaki beletette a lábát. Valószínű Kaproncai, hiszen ő állt ott a védelem közepén. Szvétek Balázs rápöckeli labdát Teleki lábára, dobnak a feketék. Rideg és Szvétek, Szvétek megemeli labdát, ez azonban az ellenféle, hiszen elérte a sportcsarnok vas szerkezetét, ilyenkor az ellenfél hasznosíthatja a labdát bedobás formájában. Szvétek Balázs, Rideg, hosszan ívelt labda előre, Gregs Attila lábáról perdül ki a vonalon túlra. Rakjás két szakmári védő gyűrűjébe, aztán Dobler megindulhat a labdával, azonban kipattan Rakjás lábáról. Dobhatnak a szakmáriak. Olá ismételhet. Dobler. Jobb oldalon Kaproncai. Teleki. És Rakjás Milán majdnem a közönség soraiból lőtt ki valakit a felszabadító rúgásával. Dobler fejjel, Rakjás, Farkas. Erőszakosan támad Gregs Attila, kiszorul oda a jobb oldalra, és felszabadítanak a feketék. Maradt a 4-0-ás Bácsmi reptér vezetés, 23. perc, lassan vége a mérkőzésnek, hiszen egy félidő 25 percig tart, ha csak a játékvezető nem
lát okot a hosszabbításra, Rakjás labdát szerez. Rideg kéri jobb oldalon, Farkas, Ridegnek a másik oldalra. Középre gurított labda, lövés, kapufa. Óriási helyzet volt. Maradt a 4-0, és indulhat Dobler. Dobler Bence íveli át a másik oldalra. Ez a Greg Satillának nem jó, hiszen kifejelik a feketék. Kaproncai pedig ellövi keresztbe a labdát, nem ér bele Bácsmér reptéres. Az utolsó percbe lépett az óramutató. A Bácsmér reptér szakmár téli kupa teremlabdarúgó bajnokság amatőr ligájában a Bácsmér reptér 4-0-ra vezet, és náluk a labda. Rakjás íveli előre labdát Szvétek felé, Farkas kérné tőle, és aztán labdát szereznek a szakmáriak, Olá indít. Még 20 másodperc. Ez a labda a szakmáriaké, rosszul rúgta ki a labdát Kanalas, és még így is jó, hiszen Rideg megindult a labdával. És egy óriási bomba, óriási lövés. Marosvári bravúrját láthatták a kedves nézők. Még egy szögletre talál, lesz idő, nincs. Én megköszönöm a nézők megtisztelő figyelmét, a végeredménnyel búcsúzom. Bácsmér reptér szakmára téli kupa teremlabdarúgó bajnokság amatőrligájában 4-0. Viszontlátásra!